Szeretném felkérni dr. Káser Miklós professzort, az Emberi Erőforrások Miniszterét, hogy nyissa meg a kiállítást. Igen, tisztelt főigazgató hölgyeim és uraim! Mindenek előtt köszönöm a szíves türelmüket, amivel megvártak. Másodszor pedig köszönöm, hogy lehetőséget teremtettek arra, hogy ezt a csodálatos kiállítást megnyissam. Azért köszönöm, különösen, mert ez azt a korszakot idézi meg Magyarország ismert több mint 1100 éves történelméből, amikor a hagyományos magyar tradíciók, a keresztény értékek és a tudomány és a művészet szerencsés csillagzat alatt, mátyás uralkodása alatt együtt állt. Ez az a korszak, amikor az idők méhében nagyon jelentős változások értek. Rómában az építkezések, a búcsú cédulák és egyéb körülmények készítették elő a reformációk eszmei talaját. Ez az az időszak, amikor készülődnek a hajósok, hogy új világokat fedezzenek fel. Ez az az időszak, amikor a középkori magyar nagyhatalom ismét nemzeti uralkodó alatt áll, akit Szilágyi Mihály azon érve alapján választottak meg 1458-ban a Duna Jegén, a négy érvből az egyik, hogy a kölcsönvet királyok nem váltak be. A nem kölcsönvet itthoni király viszont annyira bevált, hogy egyesítette magába a zseniális magyar államférfit, családi vonalon az egészen kiváló hadvezért, és ami új jelenség volt, az egészen kiválóan felkészült tudós embert és művészetpártolót. Mátyás időszakában az ország erőt gyűjtött. Nyilvánvalóan a két pogány között tovább élni nem volt egyszerű dolog. Mátyás államférfiúi képességeit jellemezte az, hogy Édesapja példája alapján felmérte azt, hogy Magyarország egy maga nem tud ellenállni a töröknek. Tehát először pacifikálnia kell a nyugati és az északi szomszédokat, Pogyebrádot, Harmadik Frigyest, általában a Habsburgokat, szövetséget kell kötni a Jagellókkal. Majd utána lehet a török ellen fordulni, de ez szükség van a hadseregre is szükség van egy megreformált gazdaságra. Ugyanakkor viszont ez alatt az idő alatt is őrizte az ország Churchill szavai lágy alsó déli felét, megtartotta a kettős végvári vonalat az Aldunától az Adriáig, és amikor a török föl akarta törni ezt az árat, akkor hadvezéri képességekről tett tanúbizonyságot nem csak Boroszlónál, hanem szabásnál és jajcánál is. Mátyás egészen kiválóan képzett ember volt, több nyelvet beszélt tökéletesen, nyilvánvalóan tetten érhető, nevelő, tanító, édesapjának a barátjáról, Vitéz Jánosról, illetve arról a környezetről, amelyik az ő ifjúkorát Magyarországon, és másodt is körülvette. Mátyás időszakában az utolsó fejezetéhez érünk a tradicionális itáliai-magyar kapcsolatoknak, Mátyás házasság kötése Ferdinándó lányával, Deatrixel, a harmadik próbálkozás volt egy erős dél-itáliai magyar tengely kialakítására, amely egészen biztosan lezárta volna a törökök nyugati-északi terjeszkedését. Utalok vissza arra, hogy ezt megpróbált a Szent László majd, utána Könyves Kálmán az Ótevi grófok Rosé gróf lányával kötött házasságával, majd ez volt az ansuk itáliai törekvéseinek a lényege is, ez a politikai tengely. Mátyás időszakában éri el a csúcspontját az itáliai-magyar politikai, katonai, kulturális kapcsolatrendszer, mert Mátyás halála után nem sokkal már a germán éra következik, amit nem szabad akaratunkból választottunk, hanem a történelem kényszere hozta így. Mátyás Időszakában meghonosodik Magyarországon a Reneszánsz, a leghatározottabban a transalpin birodalmak között, és a magyar Reneszánsz maradt fent talán a legtovább a transalpin országok között, még Betlen Gábor korábban is az 1600-as évek első felében visszaköszön Mátyásra. Mátyás nem csak teológiai vitákba szégyenítette meg az itáliai püspököket, de követve Vitéz János csillagászati vizsgálókat hozott létre, megfestette a mennyboltot, Johannes a Regio Montanus, egy német csillagász, 50 évvel Kepler előtt geocentrikus világképről beszélt, visszatér Tolemájoshoz, de itt dolgozott a kornak többi kiváló csillagásza is, a lengyel Irkusz Márton és mások. Bonfinit, Galeotto, Márciót minnyáján ismerjük. Ismerjük a korvinák történetét, ismerjük azt, hogy a sforcák és a medicsiek küldték a könyveket, Beatrice hozta magával. Tudjuk azt, hogy Mátyás sorozatba rendelte meg az újabb és újabb köteteket, de kevésbé tudtuk azt, hogy Budán is kódex készítő műhelyt rendezett be, beemelve ezzel Magyarországot a könyvkészítő nemzetek közé. Hosszam magammal készültem, szorgalmas diák voltam egész életemben, hoztam egy Brasziákus idézetet, amelyben tételesen felsorolja Mátyás kortársa, hogy mit olvasott Mátyás könyvtárába. Hát én csak annyit tudok mondani, hogy a legkiválóbb keresztény és világírók műveit ógörögül, latinul és héberül. Én nagyon köszönöm önöknek, minnyájuknak, akik részt vettek a 20. század technikája nyújtotta lehetőségekkel, és foglalkoztak ezzel a páratlan kincsel, a magyarság kultúr történetének az egyik leges, legelső, és egyben a legfénylőbb csillagával. A hála mellett még egy kívánság, hogy kívánom önöknek, minnyájuknak, hogy olyan szeretettel fogadják ezt a kincset, amilyen szeretettel 500 évvel ezelőtt ezt létrehozták. Köszönöm szépen!